Most minden szemünk és minden gondolatunk a pályázatokra fog fókuszálni. Így nyilatkozott egy évvel ezelőtt a városi költségvetéshez kapcsolódva Borbás Zoltán, a Jászapáti Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke. Márciusban kezdődött meg a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Szlovencsák Imre úti telephelyének elkerített hátsó udvarán, annak a 350 millió forintos nyertes pályázatnak a kivitelezése, amelyet a termálvíz komplex hasznosítására nyert el az Apáti Önkormányzat. Hát itt egy 950 méter talpmélységű termálkutat fúrunk. Elméletileg ezen a mélységen meg fogjuk találni az 53 Celsius szokos vizet. A vízhozam várhatóan 800 és 1000 liter perc között van, amely nyilvánvaló szabályozhatóvá válik. Júniusban fejeződött be a kútfúrás. Jelenleg 95 bár nyomással is 1200 liter per perc vízhozammal üzemel a kút, melynek vízelemzése után már biztosan mondható, hogy gyógyvizet ad magából. Ezzel a pályázat első üteme lezáródott, a termálvezetékek rendszer kivitelezése folyamatban van. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése is befejeződött a tavalyi évben. Közel 80 millió forintos beruházás eredményeként épület energetikai fejlesztéseket valósítottak meg Jászapátin, összesen 9 intézményben, így ezek az épületek szinte 100%-ban saját maguknak állítják elő a villamos energiát. A projektben a városüzemeltető iroda épületét szinte teljes egészében felújították. Itt a városüzemeltető non-profit Kft. Telephelyén pedig naperőmű kialakítására és a komplett épület szigetelésre és felújításra is, külső felújításra is volt lehetőség, amelynek keretében fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, külső hőszigetelés került beépítésre, amely ugye energiahatékonyságát növeli az épületnek. 2018-tól irodakulcsok helyett mágneses kártyával közlekednek a polgármesteri hivatal dolgozói. Az ASP-hez, azaz a költséghatékony szoftver használati konstrukcióhoz történő csatlakozás eredményeként. Az, hogy azokat az irodákat, amelyikben szakrendszer elérhető az ASP-vel kapcsolatban, azokat egyrészt zárva kell tartani, másrészt naplózni kell, hogy még időpontban kitartózkodott az irodában, valamint a belépés jogosultságát is megszabott feltételek alapján kell kiosztani. Ezt az önkormányzatunk mágneszárak segítségével valósítja meg. A 7 millió forintos köfopos forrásból kialakított rendszer rögzíti, hogy ki, mikor és mennyi időt tartózkodott az irodában. Névvel és saját azonosítóval ellátott mágneses kártyával juthatnak ki és be a dolgozók az irodában. 87 millió forintos topos forrás nyert az önkormányzat a közösségek fejlesztésére, melynek értelmében a Jászapáti járás 9 településének összefogásával identitást erősítő folyamatokat indítottak, szabadidős közbiztonsági képzési programokon keresztül. Ugyanilyen járási szintű konzorcium a humán kapacitások, illetve szolgáltatások fejlesztése a járásban, melyre összesen 1 milliárd forint EFOP-os forrás nyertek a résztvevők. Az ezekhez kapcsolódó programok megvalósítása folyamatos, ugyanúgy, mint számos olyan nyertes pályázat esetén is, mely ezúttal nem került megemlítésre.